térség legnagyobb iskolai sportrendezvénye a Szent Erzsébet Kupa labdarúgó torna, mely a korábbi árvai kupák hagyományait viszi tovább. A több évtizedes történetet idézte fel Juhászné Nyüstiklára, igazgatóhelyettes megnyitó beszédében. A torna az intézmény életének szerves részét képezte és képezi napjainkban is, így a fenntartóváltás nem okozott törést ennek a folytatásában. Egy intézményben fontos, hogy a hagyományokat őrizzük, és ezt a hagyományt a sport révén fokozottan próbáljuk a mindennap, tehát az évek során megőrizni. És amikor ugye fenntartóváltásra került sor 2011-ben, akkor is úgy gondoltuk, hogy ezt a rendezvényt tovább folytatjuk, most már Szent Erzsébet labdarúgó kupa néven. Nagy öröm, hogy most is megvalósulhatott ilyen körülmények között, hogy az intézmény felújítás alatt áll, és nagyon várjuk, hogy a következő tanévben már majd a felújított tornacsarnokban tudjuk megrendezni ezt az eseményt. Napokban láttam a híradót, hogy egy bejárás volt az iskolában. Talán már megfordult a fejében, hogy majd milyen jó lesz otthon, mert mindenütt jól, de legjobb otthon tartja a mondás is. Ez így van, mert azért nagy előkészítést igényelt ez a sportrendezvény, hiszen meg kellett szerveznünk azt, hogy hol tudjuk megvalósítani, úgyhogy nem volt egyszerű, de sikerült végül is az Árpád vezér gimnáziumnak a tornacsarnokát bérelnünk erre a rendezvényre, úgyhogy igazgatónak köszönet azért, hogy termeket is rendelkezésünkre bocsájtott, és itt tényleg olyan körülmények között tudjuk fogadni a csapatokat, mintha otthon lennénk. De azért teljesen más lesz a jövő tanévben, amikor már a megszokott körülmények között várjuk a csapatokat, és hát nagy öröm lesz a felújított tornacsarnok. Én úgy gondolom, hogy azért az nagyon sokat jelent, hogy milyen körülmények között vannak a sportolók, hol tarthatjuk a testnevelés órákat, és természetesen a sportrendezvényeinket is igyekszünk bővíteni, de a hagyományokat továbbra is ápolni. Egyesületi tornák vannak nagyobb szabásúak, és van több is, de iskolai szinte talán mondhatjuk, hogy a régi árvai, most Szent Erzsébet kupa az, ami így egy tömbbe, a legtöbb tornát, a legnagyobb legtöbb csapattal, legtöbb képviselettel felvonultatja. Valóban ez a miénk, a Szent Erzsébet kupa, ami most is kétnapos, de ahogy mondtad, az iskolánk átalakítása, ami a tornacsarnokunkat érinti legelsősorban, emiatt ugye tulajdonképpen ez a 2014-es Szent Erzsébet kupa csúszott át ide 2015 elejére, és mivel máskor két helyszínen szoktuk megrendezni, mivel öt korcsoportot segítünk ilyen korfutballhoz, itt csak egy helyszínünk van, az Árpád vezér gimnáziumon tudtuk kibérelni, és itt csak négy korcsoportban rendezünk tornát két nap alatt. Te voltál az újkori árvai kupák, most már Szent Erzsébet kupáknak a megújítója. Hogyan lehet fenntartani a gyerekek körében ennek a tornának, ennek a kupának a varázsát, hogy mindig ilyen hangulat legyen? Hát tudjuk azért, hogy több generáció ment már azóta végig ez a torna. Hát egyrészt a futballra rábeszélni a gyerekeket nem nagyon kell, mert futballal mindenhol foglalkoznak, minden gyerek, minden iskolában, minden faluban szeretnek futballozni. Szerencsére a kollégák is olyanok, hogy szeretik a gyerekeket futballtornákra hozni. Másrészt tényleg ez nem egy egyesületi torna, tehát itt azok is szóhoz jutnak, akik egy egyesületbe esetleg nem tudnának szóhoz jutni. Másrészt az a szerencsés körülmények is a kezünkre játszanak, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség eléggé felkarolta nem csak az egyesületi programot az iskolákba, hanem létezik ugye az iskolai program, ami tulajdonképpen egy az egybe arról szól, hogy azok a gyerekek is sokat futballozzanak, vagy legyen lehetőség futballozni, akik egyébként az egyesületi csapatban nem járnak, vagy nem férnek be, de mégis a mindennapjaikban szeretik ezt a sportot. A Miskolci Szent Imre Katolikus Általános Iskola is résztvevője ennek a Szent Erzsébet kupának. Hát mit tudhatunk az iskola sport életéről, labdarúgó életéről? Az iskolánk az immár 15 éve létezik Miskolcon, és a sport ágak széles palettáján el szoktunk indulni, nyilván fő helyen a labdarúgás szerepel. Nagyon sok labdarúgónk van az iskolában, illetve jó magam is tartok az egyesületben nem sportoló gyerekeknek labdarúgóedzést, és gyakorlatilag ilyen aprópóval kerültünk ide a Szent Erzsébet kupára. Közel van a Diósgyőri stadion is, Diósgyőr, ez mennyire hatja át a gyerekeket a labdarúgás iránt?
Mint minden miskolcit, természetesen a mi gyerekeinket is áthatja a Diósgyőrnek a szeretete, hogy mennyire befolyásolja az iskola közelsége a stadion, vagy a stadion közelsége az iskola életét. Hát nagyon sok labdarúgónk van, tehát most már az utóbbi 4-5 évben azt lehet mondani, hogy korosztályonként 4-5-6 labdarúgónk van, aki a Diósgyőrben sportol, illetve van több kisebb egyesületben játszó játékosunk is. Nyilván együttműködési megállapodásunk van a Diósgyőrrel, és azok a gyerekek, akik tehetségesek, azok a Diósgyőrbe kerülnek játékosként. Honnan a kapcsolat a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Iskolával? Én úgy hallottam itt a beszélgetésben, hogy neked Sárospataki kötődésed is van. Így van. Egyébként a kapcsolat az onnan ered, hogy Gönczi Zoli barátom, aki a torna egyik főszervezője, lehet azt mondani, hogy gyerekkori ismerősem, hiszen én itt nőttem fel Sárospatakon, illetve, hogy 2 éve az Árvai Gyakorlóiskolából Római Katolikus Általános Iskola lett, így még szorosabb kapcsolat lett a két iskola között, és ha jól számolom, most talán 3. vagy 4. alkalommal veszünk részt az régi Árvai Kupa, most a Szent Erzsébet Kupán, úgyhogy a kapcsolat az innen vezethető vissza a gyerekkorunkra. Mit jelent a gyerekeknek egy-egy ilyen torna, nem csak a labdarúgás fejlődésében, hanem a testi-szellemi épülésében, fejlődésében? A torna nagyon sokat jelent a gyerekeknek. Nyilván én mindig azt szoktam mondani, hogy a torna az nem a célja az edzésnek, hanem egy közbeső állomása, egy közbeső, nagyon fontos állomása a labdarúgássá válás terén. Hát nyilván itt méretetődnek meg igazán a gyerekek, mert idegen környezetben, idegen gyerekekkel kell mérkőzést játszani, és főleg azok a gyerekek, akik nekem az iskolában sportolnak csak, most a jelenlévő második korcsoportos csapatnak a zöme az olyan, aki csak az iskolai labdarúgásban vesz részt, nem is nagyon voltak még tornán, és hát nyilván ez az első mérkőzés első pár percében látható is volt, hogy meg voltak illetődve, de lebetkőzték a lámpalázat, és most már egész ügyesen játszanak. Hogy látod a gyerekek teljesítményét? Hát penget idáig a csapat, hiszen ha jól tudom, 2 győzelme van. Így van, az első 2 mérkőzést megnyertük, és nem is igazából ez a fontos, hogy megnyertük, hanem igazán szép dolgokat is csináltunk, tehát nagyon sok dolgot visszaláttam a gyerekektől, amit edzésen szoktunk gyakorolni, és igazából ez az öröm. Nyilván ennek a hozadéka, a győzelem, az csak egy plusz örömforrás mindenkinek. A Karcsa már régi résztvevője a korábbi Árvai és most már Szent Erzsébet kupáknak. Mit jelent a karcsai iskolásoknak ez a torna? Milyen jelentőségét látod ennek a tornának? Örömmel vettük a Szent Erzsébet Általános Iskolának a meghívását. Próbálunk minden ilyen lehetőséget kihasználni, és hogy megmutassuk, hogy vannak mi Karcsán továbbra is tehetséges gyerekek. Sajnos a körülményeink nem a legjobbak, nem rendelkezünk ilyen szép tornacsarnokkal. Egy kicsit meg kell ismerkedni a gyerekeknek a terem adta lehetőségekkel. Ez látszik is az első 2 mérkőzésünkön. Nagyon rányomta a bélyegét, hogy nem érezték még a teret, de most már kezdenek belejönni a játékba, és látszik, hogy van egy-két olyan jó játékos, akikből későbbiek folyamán, hogyha szorgalmasak lesznek, akkor még sokra vihetik ezen a téren. Azt hiszem, a karcsai labdarúgásnak is nagy szüksége van a helyi labdarúgókra, a helyi nevelt játékosokra. Hogy látod, mennyire van utánpótlás a gyerekek körében a labdarúgásban? Hát a labdarúgás iránti szeretet beoltottuk a gyerekekbe, ez megvan. Nagyon rányomja az iskolára a bélyegét, hogy nagyon drasztikusan lecsökkent a gyereklétszám, és így minden lehetőséget megpróbálunk adni a gyerekeknek, hogy még jobban ki tudják bontakoztatni a tehetségüket, és arra törekszünk, hogy próbáljuk meg az otthoni felnőtt csapatot karcsaiakból feltölteni, és remélem, hogy az elkövetkező időben kikerül egy jó pár olyan játékos, akik majd otthon is maradnak, és jó játékosai lesznek a csapatnak. Itt a Kisrefi ellen látszott, hogy nagyon jó ez a kis csapat, és nagyon tehetséges kis játékosok is vannak, de hogyan lehet ezt a tehetséget megőrizni, csiszolni? Van-e olyan kor, ami kritikus, hogy
marad-e ez a tehetség, továbbfejlődik, vagy hát elkallódik sajnos, mert ilyenre is van példa a mai világban. Hát sajnos nagyon sokuk a későbbiek folyamán, hogyha ha nincs meg ez az alázat, foci szeretet, ez a kitartó munka, a szorgalmas edzésmunka, akkor sajnos egy idő után elkalódna. Nagyon sok olyan dolog van, ami elvezeti őket a labda játéktól. Ez lenne jó, hogyha minél hosszabb ideig meg tudjuk tartani őket, és a pálya közelébe tudjuk tartani, mert akkor ők is tudnak fejlődni, jó irányba haladnak, és akkor hasznára vannak a községnek is, meg a csapatnak is. Ugyanakkor meg ők saját maguk is sokkal jobban tudnak boldogulni az életbe. Neked személyesen mit adott ez a torna? Már nem tudom, hanyadik alkalommal zajlik, mióta újjászervezted? Hát tulajdonképpen, ha röviden válaszolnék, azt mondanám, hogy mindent, mert amikor én ebbe az iskolába kerültem, tulajdonképpen még kerestem a helyemet, azt a helyet, ahol én azt a pluszt hozzá tudnám az iskola élethez tenni, amit itt találtam meg ebben az iskolában, és ez a plusz ez volt, hogy sport szervezéssel foglalkozhatom, mert tulajdonképp ugye ez a torna is illeszkedik a Szent Erzsébet sportnapok programjába. Ugye két héttel ezelőtt volt a tollaslabda torna, majd egy hete ugye a saktorna volt, és most a labdarúgó torna van. Tehát én tulajdonképpen itt tudtam kiteljesedni, ebben tudtam kiteljesedni, úgyhogy nekem nagyon sokat jelent ez. Győzni, de nem minden áron, ez a mottoja a Szent Erzsébet napok sportrendezvényeinek. A szurkolásból ön is kivette a részét az előbbi mérkőzésen. Milyen volt a hangulata a mérkőzésnek? Igen, én évek óta részt veszek a labdarúgó tornán. Mindig megvan a hangulata ennek, az izgalmak azért benne vannak minden egyes mérkőzésben. Ugye az ember a saját csapatának szurkol, a saját tanítványait látja teljesen más környezetben, mint a tanórákon, és azt a lelkesedést, ami a gyerekekben van, azt úgy gondolom, hogy a szurkolók is átveszik, és nagyon sokat segít nekik az is, hogyha hallják a biztatást. A egészségmegőrzés az intézményünkben jelentős szerepet tölt be, ezért is nagyon széles a sportolási lehetőségek tárháza az iskolánkban, és a gyerekekben próbáljuk kialakítani az egészséges versenyszellemet, ami a rendezvénynek is a mottója, hogy lelkesen vegyenek részt, de azért ugyanúgy a kudarcot is el tudják viselni, mint hogy a győzelmet is, mert mind a kettő azért a kisgyerekek számára elég komoly feladat.